Isten igéje élő és ható. Hallgasd minden nap, halld meg, éld át, elmélkedj róla. Itt az idő, hogy átalakuljon az életed. Először meg fogjuk hallgatni akkor a táborból a Mimit. Gyere előre, légy szíves. Praise the Lord. Yes. So I would like to share my testimony with you today. Szeretném megosztani veletek a bizonyságom a mai napon. What the Lord has done in my life, in my family. Amit az Úr tett velem és a családommal. And I pray that He will touch each one of you in your hearts, in your families. És azért imádkozom, hogy megérintse a szíveteket és a családotokat. Yes. So I said like I was from South Sudan and I didn't. Amit mondtam, Dél-Szudánból származom. Sorry? Yes. So I didn't. In Sudan, we're not supposed to worship God so openly because it's an Islamic country. És mi nyíltan nem dicsőíthetjük az Urat, mert ez egy iszlám ország. So we had to learn the Quran. We had to follow their rules, and my family was. My mother would teach us God, and in school I would learn Quran. So my relationship with the Father was everything. It was just rocky. És kötelező a Koránt megtanulnunk, és erről a vallásról tanulnunk, és kényszerítve vagyunk erre. Tehát én ezt tanultam az iskolában, és az édesanyám megtanított az élő Istenről. Tehát összezavart volt az Isten képem. Yes, and then a tragedy happened in my family, and I got really, really sick. És egy tragédia történt a családomban, nagyon beteg lettem. Yes. So the sickness was called SLE lupus. SLE lupusnak hívják ezt a betegséget, amit én kaptam. Yes. So it's an immune disease where your immune system fights your whole body from your head until your toe. És ez az immunrendszer támadja meg, és az egész immunrendszered meg van támadva, maga ellen fordul a fejed búbjától a talpad aljáig. Yes, the doctors call it cancer to the whole body, to the immune system. És ezt az orvosok a immunrendszeri ráknak nevezik, mert olyan, mint a rák, és elterjed az egész rákja az immunrendszernek, így nevezik. Yes, so I lost my hair. I couldn't walk because my bones it was impossible to move a leg or anything. I had my family to shower me, so everybody had their turns in the house to wash me because it was impossible. És elveszítettem a hajamat, a csontjaimat megtámadta ez az ízületeimet, nem tudtam járni, magamat megmosni sem tudtam, a családomnak kellett rólam napi szinten gondoskodni. And my brain cells were dying every day, so my brain and I couldn't speak to people, I couldn't think, I had to stop school. És ez lerombolta az agysejtjeimet is, és nem tudtam beszélni más emberekkel, sem iskolába járni. Yes, and then the kidney was growing over than my whole organs and my body, and the doctor said they have to remove it. It's a must, but then also my blood was really low. I was very anemic. I also needed a blood transfusion. És a vesém megnagyobbodott ennek a betegségnek a hatására, és vér átömlesztése volt szükségem ahhoz, hogy normálisan működjek. Yes, and then. So that was the sickness. It was giving my family and everybody a burden. Mindenkinek ez egy iga volt, ez egy teher volt az egész családomon. Yes, and then one day I had an auntie who came to us with a Healing School magazine. És a nagynényém jött egy nap hozzánk, aki jött egy gyógyítóiskola magazinnal. Yes, and then she said to us. Try the Healing School, but my parents, we had so many things lined up because the doctors has given me my life 5 to 3 years. So we had so many things that we had to do, and the Healing School was wasting our time. És adott nekünk egy Healing School magazint, és azt mondta, hogy el kell menned a gyógyítóiskolába, de azt mondtuk a családommal, hogy ez csak időpocséklás lenne, annyi mindent még előttünk áll, amit meg kell csinálni. Ugye operációkra volt ő előírva, és vesátültetése, majd mindjárt elmondja, és és 3-5 év között adtak neki az életéből, hogy annyi van még hátra neki. Yes, and then that night when we ignored my auntie, the spirit of death came to me at night. És amikor nemet mondtunk a nagynényémnek, a halál szelleme jött hozzám éjszaka. He came, it was in the corner of the room, and he said, "Let's go. You're in pain. Let's go." És ott volt a sarokba, a szobám sarkába, és azt mondta, gyere, menjünk el, gyere, menjünk el. There's a better place where you can sleep, because everybody was sleeping, and it was impossible for me to sleep. And so he was like, "Let's go. You will sleep. You will finally have rest." És mindenki aludt, és én nem tudtam aludni, és azt mondta, gyere velem, végre békessége lesz a testednek, ha ezt megteszed. And then I said, "Okay, give me 10 minutes. Let me rest. Let me turn my head around." És mondtam, adj nekem 10 percet, hadd forduljak a másik oldalamra. And then I turned my head around, and then I heard God. Now I know it's God. I didn't know it was God. És amikor megfordultam a másik oldalamra, hallottam Istent. Akkor még nem tudtam, hogy Istent hallom. Yes, and then he said, "Give me a chance." És azt mondta nekem az Úr, adj nekem egy esélyt. And I said, "Who are you and why should I give you a chance? You have 10 minutes. I'm going with death soon." És azt mondtam neki, hogy ki vagy te, és miért adjak neked esélyt? 10 perc múlva megyek el a halállal. And then he said, "You have given everybody a chance. Just give the healing school and I'll show you who I am." Mindenkinek adtál esélyt a gyógyulásra, csak adj a gyógyítóiskolának egy esélyt, és megmutatom magamat. And then I got to the healing school in Nigeria. És Nigériába jelentkeztem a gyógyítóiskolára. So God won the argument between death. Tehát Isten és a halál vitatkoztak egymással. Yes. Yes, Pastor Chris. Yes. Ez Pastor Krisztéknek a gyógyítóiskolája, van ilyen Kanadában, Nigériában és Dél-Afrikában, és lehet regisztrálni az egész világról ingyenes, csak a repjegyet kell fizetni, meg a szállást ott helyben, és ilyenen vett részt ő. Igen. Yes. So I got to the healing school. It's a 5-day program where you learn about God, where you learn everything from the beginning. So they tell you before you reach the healing school, pretend like you don't know anything. Delete everything you have ever learned in the world. És 5 napig készítenek igazából ezen a gyógyítóiskolán, és mindent elmagyaráznak az alapoktól, és azt kérik tőled, hogy törölj ki mindent, amit eddig megtanultál. Yes, but it was easy for me to forget because I didn't know anything. Könnyű volt nekem kitörölni, mert semmiről nem tudtam. Yes, so I got there and the first day I just entered the building and I felt this power. I don't know what power it was, but it was peace. És beléptem az első nap, és erővel találkoztam. Nem tudtam, hogy milyen fajta erő, csak békességet éreztem. Yes. So and then I wasn't listening to the teaching. I was thinking about food because my mom said we're going to eat pizza if you come with me. És nem figyeltem igazán a tanításra, hanem azon gondolkoztam, olyan éhes vagyok, mert az anyukám azt mondta, hogy ezután majd pizzát fogunk enni, és a pizzán járt az eszem. Yes, and so and then that was the first day I was thinking about pizza. It was just. Első nap a pizzán gondolkoztam, így telt a napom. And then the second day, it was the church, and they told us that if you want to give your life to Christ, and if you want to receive Christ, put your hand up and say this prayer after me. But I didn't know what it was, but I just wanted to try it because I wanted to give my all, because I promised God that night that I'll give him my all. I'll try the healing school. És másnap mondták nekünk, hogy aki szeretné elfogadni Jézus Krisztust, azt mondja utánunk ezt az imádságot. És mivel az Úr azt kérte tőlem, hogy adjak bele mindent, és ezt kérték tőlem a gyógyítóiskolán is, hogy az egész szívednek a teljességéből mondd ezt utánam, és én megígértem az Úrnak aznap este, hogy mindent beleadok ebbe az utolsó esélybe, és ezért teljes szívből mondtam el ezt az imádságot. Yes, so I was thinking if I trusted the doctor with all the 20 pills he gave me every day, why can't I just trust God as well? Ha bíztam az orvosokba, akik 20 tablettát írtak fel nekem naponta, akkor miért ne bíznék most Istenbe? Yes, and then I received the Holy Spirit. I received God into my heart, and it was such a relief. And then a few seconds later, I started speaking in tongues. But I was like, What am I doing? What's going on? What am I speaking? What am I saying? És befogadtam az Urat, és pár percre rá elkezdtem nyelveken imádkozni. És nem tudtam, mit mondok. Ó, ezek ismeretlen szavak. Honnan jönnek ezek? Yes, I was so shocked and I was trying to find my mother. And then the pastor kept saying, just keep talking, keep talking, keep talking. Lesokkolódtam, és kerestem az anyukámat, de a pásztor bátorított, csak beszélj, csak beszélj, csak beszélj. And I was in the wheelchair and my mother, and then I just fell from my wheelchair to the floor and I was just crying and praying. És ott voltam tolószékben, és leestem a földre, és egyszerűen csak sírni tudtam, és imádkozni. I didn't think how I was going to get back on that chair. I just wanted to praise God. Azon, hogy jutok majd vissza a tolószékbe, csak elkezdtem Istent imádni. Yes. And then the last day with Pastor Chris, oh God. Wow. És az utolsó nap Pastor Chrissel, ó Istenem. In the healing school, they told us when Pastor Chris comes to the auditorium, don't think about anything. Think that this is your day. Keep saying that in your head. This is my day to receive. It's my day to be healed. És azt mondták nekünk, arra tanítottak, hogy a Krisz pásztor megérkezik a terembe, akkor semmi másra ne figyelj, csak arra, hogy ez az én napom, ez az én időm, hogy fogadjam a gyógyulásomat. Yes. And when he walked in, it was angels. It was a white, bright light around him. I couldn't see him, and he was going at everyone. And I was like, "It's my day." I was crying. És megérkezett a terembe, és igazából nem is embert láttam, hanem nagyon nagy fényt körülötte. Angyalokkal érkezett, és elkezdtem zokogni, és azt mondtam, ez az én napom, ez az én napom. And then Pastor Chris got to me. I was in a bed. They moved me from a wheelchair into a bed. És tolószékből ágyba fektettek, ágyon feküdtem aznap. Yes, and then Pastor Chris got to me, and he spoke to the spirit that was responsible for keeping me on that bed. És Pastor Chris hozzám ért, és beszélt ahhoz a szellemhez, ami felelős ezért a betegségért. And he got me to stand up from the bed, but I don't know how I stood up from the bed because I never stood up. És felállított az ágyról, de a betegség ideje alatt soha nem tudtam felállni. Nem is értettem, hogy én hogy állok. Yes, and then he said, he spoke to me and he said, "You're free." And that's all I heard. You're free. And I started running around the place. I'm free. I'm free. Hallelujah. És ott álltam, és annyit mondott nekem, szabad vagy, és ezt hallottam, és elkezdtem mondani, szabad vagyok, elkezdtem futni a teremben mindenfele. I felt a light, I felt like there's something has been lifted from my bones, from my organs, from every part of my body. Éreztem, hogy a csontjaimból, az izületeimből, minden sejtemből kimegy valami, az testem minden részéből. Yes. And then I went back to, I walked. És elkezdtem járni. Jártam. I walked to the airport with my mom. És a repülőtéren járkáltam az édesanyámmal. I was so excited. I was nagyon izgatott voltam. I never used to walk. I was telling everyone. Nem tudtam járni. Újra járhatok. And everyone was looking like, what's wrong with this? És mindenki csodálkozott, mi a baj ezzel a lányal? Yes, and then I got home, and then my mother said, let's go to the hospital to just keep me at peace, to know that everything is clean. És azt mondta nekem az anyukám, miután hazaértünk, hogy menjünk el a kórházba, hogy biztosak legyünk abban, hogy minden letisztázódott, minden rendben van. And we took all the tests, and then we went for the scan of the kidney first, and my kidneys were the same size, exact same size. Hallelujah. Minden tesztet megcsináltak rajtam. És az első a veseteszt volt. Azért ment tönkre a veséje, mert nagyon sok gyógyszert szedett. És meg is nagyobbodott. És képzeljétek el, hogy a gyógyítóiskolán tökéletesen egyformára visszanőtt a veséje. The donor, you would have a transplantation. Yes. So the reason why I went to the kidney doctor first was because I had a transplant. He had called my mom and said, "We found you a donor, and everything is sorted. Just come, and we just do last-minute checkups." Tehát a gyógyítóiskola előtt ő egy vesetransplantációra volt előjegyezve, és már megvolt a donor, megvolt az időpont is, minden. Úgyhogy ez a gyógyítóiskola volt az utolsó esély, és ezért mentek vissza először a veséjét megnézetni, hogy az hogy áll. Yes, and then he saw the kidney again, and he was looking because in the ultrasound scan your name is under, so he was like, is this your name? Is this your kidney? Hallelujah. És ott nézték vesémet, ultrahanggal csinálták, nézték, és az előző fénykép a vesémről ott volt a nevemmel együtt, és egyszerűen az orvos csak nézte, tényleg ez volt a te veséd, és most ilyen, ez hogyan lehetséges? Yes, he was really shocked, and he was like, teljesen lesokkolódott. He was like, are you the same one who needed the donor? You sure? Te vagy ugyanaz biztosan, akinek donorra volt szüksége? Yes, and then I was like, oh, really? Yes, it's me, én vagyok, ez az én vesém. And then we went to the other doctor to see for the SLE lupus if it was still in the immune system. És egy másik orvoshoz is elmentünk, aki az immunrendszeremet vizsgálta meg, hogy a lupus betegség még ott van-e. And then the doctor said, this is very strange. You're a special case. I don't understand what's going on because when he checked it, the lupus was staying in one place, and it's impossible for lupus to stay in one place. És azt mondta ez az orvos, hogy ez őrült dolog, ami veled történik, ilyen soha nem láttam. Azt mondja, hogy a lupus egy helyre koncentrálódott, és beragadt egy helyre, és az lehetetlen, mert ez az egész testen elterjedő betegség. Yes, it was like God was keeping it in a ball that was not inside my body, but it was inside my body. Tehát Isten összegyűjtötte ezt egy helyre, és teljesen eltávolította a testrészeimről. So it wasn't touching anything, and tehát nem érinthet meg semmit. Yes, and then that made my heart feel so good. And my mom said, "Okay, fine, we'll come again next week." But I was like, "Mom, I don't need to come back. It's like it's in a ball. That ball is gonna, it's going to like crush soon and just." És olyan, mintha Isten összegyűjtötte volna ezt, mint egy üvegbe, egy tálkába, és ez teljesen, mondtam az anyukámnak, ez össze fog törni, nem kell további visszajönnünk a kórházba. Yes. And we would go, but to just make my mom happy, we would go every like 2 weeks to check it. And every time we would check it, the ball gets smaller and smaller and smaller. Tehát beragadt egy helyre az a betegség, ami az egész testet, és ahol, hogy az anyukámat megnyugtassam, 2 hetente visszajártunk vizsgálatokra, és egyre kisebb, és kisebb, és kisebb lett ez a golyó, ami igazából bele... And then my hair started to grow. Megnőtt a hajam. My skin was better, meggyógyult, megtisztult a bőröm. And there were so many foods the doctor said I couldn't eat, but my mom would just serve me anything. És az orvosok megtiltották, hogy sokfajta, tehát többfajta étel meg volt nekem tiltva, hogy megegyem, de az anyukám mindennek kiszolgált. Yes. And I am done with doctors. És befejeztem az orvosokkal. Even though I'm studying to be a medical doctor. Tudod, én orvosnak tanulok. Yes. Szegedi Egyetemen orvostudományi karon tanul, és most lesz harmadéves hallgató. Wow. So I am so grateful for my healing, and I'm going to take it around the world. I know that. És el akarom vinni a világon mindenhova ezt a bizonyságot. There's a reason why I got healed, and there's a reason why I'm studying medicine, because there's a certain place that science stops. And God takes over. És oka van annak, hogy meggyógyultam, és hogy orvostan hallgató vagyok, mert van egy pont, amikor a tudomány megáll. And I'm going to fill the gap in the middle between science and God. És be fogom tölteni a helyet az orvostudomány és Isten között. Thank you. Yes. I praise God and I'm so grateful. And I'm so grateful for Pastor Bishop Thomas Ruckley. And I want to bless his life and I'm so grateful for his life. That he's here with all of you, because when I saw at the camp, everyone was blessing the Lord and was worshiping and loving God. I was like, in Europe? Because in Africa, they always told us that white people don't know God. Mert azt mondják nekünk Afrikában, hogy a fehér emberek nem ismerik Istent. They said it's so hard for you to accept God, and és nagyon azt mondják az európaiakról, fehérekről, hogy nehéz Istent elfogadniuk. But I saw the love that Pastor Thomas gave all of you. De láttam a pásztorban lévő szeretetet, amit mindannyiótokra kiárasztott. I just saw the Holy Spirit. Láttam a Szent Szellemnek a mozdulását. Hungary is so blessed to have Pastor Thomas Ruckley. Nagyon hálás vagyok Pásztor Tamásért, és áldott vagyok miatta. Praise the Lord, thank you, Jesus. Köszönöm, Jézus. I'm here for a reason as well. Okkal vagyok itt. Yes, and your mother prophesied to me on the profétált az én anyukám neki. And she said that there's a reason why I got healed, and she. Oka van annak, hogy meggyógyultam. And she literally proved what God was telling me. És azt erősítette meg, megerősítette azt, amit Isten mondott nekem. Yes. So please, everyone, listen to your pastor. Figyeljetek a pásztorotokra, tudja az utat. You know, God said He knows the way, He's the light, and He's the truth. Ő az út, az igazság, azt mondja az ige. És felkent embereket, és itt van köztetek egy felkent pásztor. Nagyon hálás vagyok, hogy itt lehetek. Köszönöm. Uram, köszönjük neked, hogy te vagy a gyógyító. Köszönöm neked, hogy Európában is ugyanaz az Isten vagy. Köszönöm a Mimi életét. Köszönöm, így van, minden rák fölött, minden hazugság fölött, és minden varázslás fölött, és minden démon erő fölött. Az Úr Jézus Krisztusnak a nevében. És van Isten, amen. Ugyanaz az Isten Magyarországon. Rebekasabarimus. Ugyanaz az Úr, ugyanaz a Jézus Európába. A fehéreknek is az Istene. Jézus Krisztus, amen. Ne felejtsétek el, Labrano John Maglais. Nem csak a gőgös, nem csak a liberális, és tele hazugságokkal levő Európa van, hanem létezik Jézus Krisztust befogadó. Ne felejtsétek el, az Európából mentek ki az misszionárusok. Amerikába, Afrikába. És most Afrikából jönnek a misszionárusok. Európába, amen. Jönnek és hozzák az evangéliumot, hozzák a jó hírt, hogy Jézus Krisztus ma is gyógyít. És ez a fantasztikus dolog, hogy amikor megkérdezte Mimi, mondta, hogy jön Magyarországra tanulni, mondták, kérdezte, hogy hol van itt gyülekezet, és mondják, igen, a Bishop Tamás, az ott van. Hát, persze, mert Krisz pásztornak a barátja vagyok. Amikor ő 2019-ben kiment meggyógyulni, mi már 2014-15-től kapcsolatba állunk Krisz pásztorra. Dicsőség az Úrnak. És sokat vetünk, sokat szolgálunk ebbe a szolgálatba. Isten kegyelméből, így megyek ki most Üzbegisztánba is, hogy kint voltam az egyik ilyen healing school, kint voltam az egyik ilyen gyógyít, illetve egy minister visitation programon, vagy egy konferencián, és ott találkozunk több száz, több ezer szolgálattevővel. Én nem is ismerem őket. De így kaptam meghívást Üzbegisztánba. Így mentem ki, és nem akartam kimenni. És az Úr mondta a repülőgépen, fogadd el a meghívást. És így használt az Úr, hogy nemzetek élete változom meg. Miért? Mert jó vagyok, meg mi vagyunk a nagyon... Nem, Isten döntött úgy, keres szíveket, keres tégedet, keres titeket, keres tégedet, aki nézed az alkalmat, keres, és ha találsz, akkor mondd azt, hogy igen, Uram, én leszek az. És nem baj, ha bántanak, vagy üldözni fognak, vagy elutasítanak azért, mert az Urat választottad. Nem baj, hogy üldözést szenvedünk, mert nem mindenkinek tetszik ez a folyó. Nem mindenki akarja ezt. Képzeljétek, ha valaki azt mondja Krisz pásztor úr, hogy ő okkult ember. Hogy sátánnak az embere. Magyarországon pásztorok mondják ezt. Vezetők, gyülekezet vezetők mondják ezt Magyarországon. És a nyájukat óva intik attól, hogy valaki kapcsolatba kerüljön. Van, aki megtiltja, hogy egy rabszódit a kezébe vegyen valaki. Mert démonizálódik tőle. Tudjátok, ez élő, ez most itt van. És itt van Mimi, Szaúd-Szudánból. Aki elmegy, kap egyetlen egy brosúrát, kap egy Healing School magazint. Elmegy. Ne beszélgessetek. Elmegy. És mi történik? Ott megtér, újjászületik. És ott bemerítkezik, és beszél nyelveken. Ott gyógyul meg. És lesz belőle nem egy halott, nem a halottas házba viszik, és nem operációk sora lesz, hanem lesz belőle egy élő bizonyság, aki eljön Magyarországra, és kiirdeti Isten királyságát. És hogy a magyaroknak az Istene is ugyanaz a Jézus Krisztus, mint a nigériaiaknak az Istene. Amen. Ugyanaz a Krisztus, nem csak az afrikaiaknak az Istene Jézus. Amen. És a Szent Szellem ugyanúgy dolgozik. Amen. Rebeka Samanna Szonda. Jeke Sada Bóta. Ezt kell hallgatni. Nem a rossz híreket. Amen. Az életet hirdetjük nektek. Halleluja! Akkor hallgattuk, sírtunk. Most mondom, Uram, megéri kitartani, megéri kitartani, megér, Uram. Még ha bántanak is, még a rosszat is mondanak. Mert jön valaki egyszer csak Szegedre. És most majd gyülekezetünk tagja. Jön egy orvostan hallgató, aki képviseli Jézus Krisztust. És képviseli a csodákat. Miért? Mert ő halálból életre kelt. Keresd fel gyülekezetünket! Címünk Miskolc Nagyváthy utca 6. Telefonszámunk 0670 600 5577. E-mail címünk online@újszövetség.hu.